A társulás által megpályázott beruházás két részből állt. A felújítási munkák Dombrád és Ajak városát érintették, ahol hálózati rekonstrukciókat végeztek és a szennyvíztisztító telepek teljesítményét növelték. A zöldmezős projekt keretében Gyulaházán, Nyírkarászon és Anarcson épült ki a szennyvízhálózat egy közös tisztító teleppel. Nálunk nem volt még kiépítve, ez az egy közművünk hiányzott. Szennyvízzel, szennyvízvezetékrendszerrel, illetve tisztítóval nem rendelkeztünk. Tehát nem csak mi, hanem itt sem Nyírkarász, sem Anarcs település. Úgyhogy ennek a három településnek ez tulajdonképpen egy szűzberuházása. De mivel csak úgy lehetett pályázni abban az időszakban, amikor benyújtottuk ezt a keopos pályázatot, hogy érinteni kellett felújítást is és beruházást is, ezért kapura jött nekünk, meg mi is nekik, Ajak és Dombrádnak a felújítása, rekonstrukciója, és így tulajdonképpen az öt település együtt valósította meg ezt a projektet. Az átadó ünnepségen elhangzott, a beruházás Nyírkarászon több mint 800, Gyulaházán és Anarcson pedig közel 700 ingatlant érint. A teljes szennyvíz beruházás mintegy 8500 lakos számára nyújt magasabb minőségű közüzemi szolgáltatást, teljes egészében pályázati forrásból. Ez azt jelenti, hogy sem a lakók, sem az önkormányzatok számára nem jelentett többletköltséget a beruházás. Ez a közös öt települést érintő projekt 2007 évvége felé indult el. Első körben egy erős 3 milliárd forintnyi összberuházási költséggel, aztán két részletben, két időben növekedett meg a projekt ugye az eltelt évek során. 3,5 milliárdra, majd legutóbb erős 4 milliárd forintra. 85%-os Európai Uniós támogatási intenzitással kezdtünk bele a projektbe, és büszkén tudom bejelenteni, hogy ma itt az áróünnepség már mindenki konstatálhatta, minden település, önkormányzat, a polgármestere, hogy 100%-os finanszírozott lett. Ugye az öt település az Ajak, Dombrád, Gyulaháza, Nyírkarász és Anarcs települések. A gyulaházi ünnepségen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter azt hangsúlyozta, példaértékű volt az öt település összefogása. Önmagában EU-s forrást lehívni kis településeknek jelentős mértékben sokkal nehezebb, vagy szinte lehetetlen. És ezért fontos, hogy igenis meglegyenek azok a település összefogások, ahol már 10-15, akár 20 ezer lélekszámú települések tudnak összefogni egységesen, és akkor már lehet jelentős beruházásokat véghez vinni. Seszták Miklós hozzátette, ilyen összefogással akár megújuló energiával működő erőműveket is létesíthetnek az önkormányzatok pályázati támogatás igénylésével.